Nem csak attól volt különleges a szekszárdi törvényszéken megrendezett Mikulásváró ünnepség, hogy a helyi Babits Mihály általános iskola kisdiákjai adtak elő karácsonyi műsort a szintén főként gyermekekből álló közönségnek. Bár ennyi egészen fiatal gyereket ezen a helyen ritkán látni, talán csak a bíróság nyílt napjain. De a szervezők más meglepetésekkel is készültek a kicsiknek. A szekszári törvényszéken immár hagyomány, hogy minden évben megünnepeljük a Mikulást. Az utóbbi pár évben ebbe becsatlakozott a Magyar Bírói Egyesület helyi szervezete, és a Bírósági Dolgozók Szakszervezetének helyi szervezete is, illetve a szekszári törvényszék elnöke támogatásával közös szervezésben Mikulás ünnepségre hívjuk a dolgozók gyermekeit, unokáit, hozzátartozóit, ismerőseit. Most is közel 100 kisgyermek vett részt az ünnepségünkön, és az ünnepségnek a legvégére pedig várjuk a Mikulást, aki megajándékozza a gyermekeket egy kis ajándékcsomaggal. Minden évben próbálunk színes programokat szervezni a kisgyermekeknek. Az idei évben egy meglepetés ajándéka kedveskedtünk, egy bábcsoport tartott nekik előadást, illetve immár hagyományosan, most már több éve érkezik hozzánk a Babits általános iskola, aktuális csoportja, akik mindig egy kis aranyos karácsonyi műsorral készülnek. A szünetben megvendégeljük a gyermekeket, szeretettel várunk mindenkit, és mindig nagy örömmel jönnek hozzánk erre a Mikulás ünnepségre. A szekszárdi törvényszék dísztermében így közel 100 gyermek várta a Mikulás érkezését. A nagy szakállú előtt pedig igazán különleges meglepetést is kaptak. A több mint fél száz éve aktív siagárdi fecske bábcsoport tagjai ugyanis kifejezetten karácsonyi előadással készültek nekik. Igazán örülök, kedves nyakszomszéd! Elég szép időt van ma! Igen, szép! Kijöttem sétálni! Ez a sétálni, vadászni! Nem érzek egész szabot? Én sem! De itt valami érdekes. Micsoda? Egy csaldarab. Parancsolsz, kedves név szomszéd? Köszönöm, nem. Most ebédeltem. De ha elvére bukkansz, akkor szól. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogyha játszhatunk. Főleg akkor, hogyha értő közönségnek játszhatunk, és ezt most itt megtapasztalhattuk. Nagyon befogadó volt a közönség. Vajon ki lehet az a piros, kabátos, fehér szakállat? Nagy játok. Csak nem az, akit a dom mögött láttam baktatni. Hogy is hívják? Mikulás? Na majd megérkezik hozzátok a Mikulás. Hamarabb, mint ti azt gondolnátok. A fecske bábcsoportnak küldetése is az, hogy bemutassa azt a fajta produkciót, amit elkészítünk, tehát nem csak a saját örömünkre készítjük, hanem mindig boldogok vagyunk, hogyha a közönség előtt is játszhatunk. Így minden évben meghívást kapunk több eseményre, így a Mikulás műsorok is a fő műsorok között vannak. Szerencsések vagyunk, mert valahogy mindig úgy van az a szimbiózis, amiben együtt élünk Siolgádon a Citera zenekarral. Horváth Andrea vezetésével egy nagyszerű társra éltem, úgyhogy minden darabunk a hagyományőrzésről, a hagyományápolásról szól, általában népmeséket dolgozunk föl. Most is igyekeztünk olyan meséket választani, amely a gyerekekhez, ez a közönséghez való volt. És természetesen elengedhetetlen a Citera muzsika, mert azt gondolom, hogy zene nélkül félkarú óriások lennénk, úgyhogy ebben nagyon nagy partner a zenekar. Add el tőlem ezt az ajándékot, hogy az egészséggel is lehet benne örömmel. Köszönjük szépen! Előadás ide vagy oda, a gyerekek már nagyon várták a Mikulást, akinek az érkezésére természetesen jó alaposan fel is készültek. Én úgy szoktam készülni, hogy kipucolom a csizmámat, kirakom az ablakba, ilyen kis sütikéket rakok a Mikulásnak, meg egy kis vizet, vagy tejet, vagy almalét, vagy ilyesmit, és akkor úgy várom. Úgy szoktam várni. Rádi Aszódi Ádám a következő. Hol vagy, Ádám? Gyere, Ádám! Azt az almát utána is megeheted. Gyere csak, gyere csak! Ebben ugyan alma nem lesz, de van sok más finomság. Nincs mit, hogy az egészséggel. Lehet benne örömöd. Szervusz, Ádám! Én úgy készültem, hogy kiraktam a csizmámat, és készítettem elő készet, kekszet és tejet.
Annak, hogy a bírák és a törvényszéken dolgozó munkatársak gyermekeihez ellátogat a Mikulás, már évtizedes hagyománya van. Bár régen hasonló rendezvények szinte minden munkahelyen voltak, mostanra egyre kevesebb ilyet látni. Ezért is fordítanak a törvényszéki program szervezői különösen nagy figyelmet arra, hogy itt mindig minden rendben legyen, és hogy a gyerekek igazán jól érezzék magukat. 2003 óta minden évben szervezünk Mikulás ünnepeket a törvényszéken. Hát először a járásbíróságon kezdtük, aztán hál' Istennek kinőtte magát a rendezvény, mert most már nagyon sok gyerek, egyre több gyerek van jelen szülőkkel, nagyszülőkkel, unokákkal jönnek a nagyszülők is, dolgozók is, régi dolgozók, újak. És hát nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan eljönnek minden évben az ünnepségre. Igyekszünk minden évben kicsit színesebbé tenni a műsort.